Továbbra is éhínség tombol Szomália 5 déli régiójában, miközben egész Kelet-Afrikában 60 éve nem látott asszály pusztít, a kenyai Dadaab menekültábor pedig zsúfolásig megtelt. Több ország, köztük az Egyesült Államok és Törökország is igyekszik segítséget nyújtani a kialakult helyzet miatt, ezt viszont nehezíti a Szomália nagy részét ellenőrző iszlamista fegyveres csoport. Teherszállító repülőgépeken és hajókon juttatja el segélyszállítmányait Törökország az éhínséggel küzdő térségbe. A tartós élelmiszerekkel és gyógyszerekkel megrakott dobozokon az áll: török segítség Szomáliának. Ez pedig már a kenyai Dadaab, a világ egyik legnagyobb menekültábora. Minden ideérkező segély egy újabb család túlélését jelentheti. Hétfőn ideérkezett Jill Biden, az amerikai alelnök felesége, hogy felhívja az amerikaiak és a nemzetközi közösség figyelmét a humanitárius válsághelyzetre. Már közel 440 ezeren laknak itt, pedig a tábort eredetileg 90 ezer főre tervezték. Június óta naponta átlagosan 3 ezeren érkeznek ide a szomszédos Szomáliából, a több száz kilométeres gyaloglástól teljesen legyengülve. Az ENSZ azonban a hétvégén megkezdte az ideérkezők továbbtelepítését. A zsúfoltság miatt ugyanis szinte kezelhetetlenné vált a helyzet. Folyamatosan csökkenteni kellett, hogy mindenkinek jusson egy kis étel. Egyes menekültek szerint azonban az áttelepítéssel csak romlott a helyzetük. Nem úgy fogadtak minket, ahogy vártuk, végre letelepettünk, de most tovább küldtek minket egy poros helyre, ahol nagyon erősen tűz a nap. Ráadásul muszlim emberekként most tartjuk a Ramadánt is. Nem tudunk itt élni, legszívesebben visszamennénk Szomáliába, mert ott legalább volt otthonunk, mondja ez az elkeseredett nő. Az ENSZ gyermekalapja szerint a gyermekek vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben. A segélyszervezet munkatársai szerint olyan 4-5 éves gyermekek érkeznek a menekültáborba, akik az alultápláltság miatt mindössze 1 évesnek tűnnek. Az UNICEF-nek a mostani helyzetben oltóanyagokra és oltókapacitásra van a legnagyobb szüksége, mert a legyengült szervezeteknek a gyógyítható betegségek, mint például a terjedőben lévő kanyarú is halálosak lehetnek. Az Afrika szarvát sújtó szárazság oka, hogy a térségben két egymást követő esős évszak is asszállyal telt el. Ráadásul a kelet-afrikai országok lakossága az elmúlt 30 év alatt megduplázódott, az élelmiszerek ára pedig a szélsőséges időjárás és a 20 éve húzódó szomáliai polgárháború miatt rekordszintre emelkedett. A főként állattartásból élő lakosságnak azonban nincs pénze az élelem megfizetésére, állataik ugyanis százával hullnak el a vízhiány miatt. Az Afrika szarván elterülő országokban csaknem 12,5 millió embert sújt a szárazság, Szomália 5 régiójában pedig az ENSZ hivatalosan is éhínséget állapított meg.